Köszöntelek benneteket nagyon sok szeretettel, és ma nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy valamivel buzdítsalak benneteket, és mindig jó, amikor már dalok után vagyunk, a szívünknek a talaj egy kicsit már munkálódik, ázik. Amerre az Úr ma engem vezetett, az kicsit közel áll a szívemhez, tudjátok, hogy szeretem a vizet, és ha van időm, akkor szeretek ott időzni, és Lukács evangéliumban sokat találkozunk tavakkal, vizekkel, különböző eszközekkel, amik ehhez kapcsolódnak, és ma ebből szeretnék egy néhány példát hozni, buzdításról, és hiszem, hogy Isten szelleme vezetett ebbe az irányba. A Lukács 5. rész 2. versének csak az első mondatát olvasom, és utána majd több történetből is szeretnék említeni. Meglátott két hajót, tudnélik Jézus, amely a part mentén vesztegelt. Ez a mondatot szeretném csak most így előjáróban megemlíteni. A bibliai hajókat említ, a mai fordítás hajóknak nevezi azokat az eszközöket, amikor inkább csónakok és bárkák voltak. Ugye ma a hajóra gondolunk, akkor látjuk szemünk előtt a többemeletes vasból készült olyan eszközöket, amelyek nagyon nagy terheket képesek ma szállítani az óceán, a tengeren. De itt kérlek most egy kicsit menjünk mi is időbe vissza, és gondoljunk azokra az eszközökre, amelyek akkor voltak, hiszen Jézus ebből akar bennünket tanítani. Az első, amit én tudok és megtanultam, amikor először csónakba ültem, és az én Bika barátom vitt el engem a Dunán csónakkal először, akkor az a csónak nem volt annyira bizalomgerjesztő, mert volt benne, kint volt a parton, és volt benne víz. És az volt az első feladatunk, hogy azt a benne összegyűlt vizet ki kellett egy bizonyos eszközzel meregetni belőle. És akkor mondta, hogy ez nagyon jó nekünk, hogy víz van a csónakban, itt kint a parton, mert nem engedte kiszáradni. Tudjátok, a csónakokat abban az időben száraz fából készítették, igaz, hogy gőzölték, de száraz fából, és ez azért van, mert amikor a száraz fát úgy jól összeékelték, és az összeállt az ácsolása, mikor vízre tették, tudjátok, a rostok megduzzadtak, és teljesen kitömítették azokat a réseket, és így a víz már nem tudott bejönni, és megvolt a csónaknak a megfelelő felhajtó ereje, és lehetett benne személyeket szállítani, lehetett terheket szállítani. És ez az első, ami egy tanulság az életünkben, és én így különböző olyan dolgokat írtam fel itt, ami jellemző lehet az életünkre, és hogyha az élet egy ilyen csónak, egy ilyen hajó, akkor különböző helyzetekbe kerülhet így ez az életünkben. És van egy ilyen helyzet, egy ilyen állapot, amikor egy csónak ki van száradva. És ebbe a kiszáradottságba rések kerülnek a deszkák közé, és ezzel nem nagyon érdemes, és nem nagyon szabad vízre menni rögtön. Megvan ennek a folyamata, hogy szóval be kell tolni, és engedni, hogy egy kicsit, vagy beöntözni, és várni, hogy egy kicsit összedagadjon, vagy kócokat tenni oda közé, és akkor már utána biztonságos. Van egy olyan állapot is, amiről itt az alapigét olvastam, hogy az a hajó, az a csónak ott vesztegel a vízparton, és azért vesztegel ott, mert éppen nincs feladata, nincsen munkája. Lehet, hogy azok, akik használják, éppen már elfáradtak, úgy gondolják, hogy ők már elvégezték azt, amit kellett, és ott állnak. Ebben könnyen bele tudunk képzelni a kikötőben, amikor látjuk, hogy ott vannak ezek az eszközök, ezek a hajók, vitorlások. Igazából ott nem történik velük olyan dolog, ami hasznot húzna az ő gazdájának. De Jézus Krisztus, tudjuk itt, hogy nem sokára megkérte itt Pétert, hogy vigyél engem be ezzel a hajóval, vigyél be ezzel a csónakkal, és az a csónak onnantól kezdve hasznossá vált Isten számára. Ez egy másik állapot, amikor Isten számára mi életünk oda van számva és használható. Aztán vannak olyan esetek, amikor ezek a hajók, ezek a csónakok túlterhelődnek. Tudjátok, túl lehet őket terhelni, és még akkor is, amikor Jézus benne van, hiszen pont ezután, ha továbbolvassátok ezt a történetet, akkor Jézus azt mondja, hogy menjünk mélyebbre, és vessétek ki a hálót halfogásra, és
a tanítványoknak, akkor még nem voltak tanítványok, csak éppen az ő szemük kezdett felnyílni, hogy ki is ez, aki itt van velünk. Megteltek a hálók, a szakadozásig, és azt mondja itt az ige, hogy annyira megrakták, nem egy hajót, hanem kellett hívni valakit segítségül, és még azt a másik hajót is annyira megrakták, hogy majdnem elsüllyedtek. Ezt a Lukács 5:7-ben olvashatjátok, ha majd szeretnétek megkeresni. Tehát van ilyen állapota is az életünknek, amikor igaz, hogy jó dolgok, az életnek a dolg, az élethez szükséges dolog, hiszen azok a halak kellettek a tanítványoknak, az volt a megélhetési forrásuk. De itt is a mérték az nagyon fontos, hogy mennyire terheljük meg ezt a hajót, azt az életet, amit mi Istentől kaptunk. Aztán volt olyan helyzet, amikor széllel szembe került ez a hajó. Akkor is Jézus utasítására mentek, éppen vitték az Úr Jézust át a túlsó partra, és az Úr Jézus azt mondja az ige, hogy ott lent elaludt, és olyan szél támadt, hogy ők nem tudtak már azzal mit kezdeni, és kellett, hogy segítségül hívják Jézus Krisztust, és azt mondják, hogy Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk. Tudjátok, itt is megterhelté vált ez a hajó, mert a hullámok becsaptak ebbe a hajóba, és ha emlékeztek, jó régen én is jártam így, én is szenvedtem egy ilyen hajótörést, amikor egy ilyen nagy utazó hajó a micsónak a hullámai, a micsónakunkat teljesen beterítették, úgyhogy hiába volt a csónakunk, így szépen láttuk, ahogy mindenestől így elsüllyed, és mi meg ott maradtunk a háborgó vizen, és az Úr kegyelméből azért megmenekültünk, de nem volt egy egyszerű helyzet, és a tanítványok is, én tudom, hogy milyen az a helyzet, amikor egy pánik alakul ki az ember életében, és elveszíti a szilárd talajt a lábai alól, de milyen jó, hogy ott volt Jézus, és ők tudtak kihez fordulni. És van az az állapot, amikor igazából nem tudjuk, hogy merre tart ez a hajó. Merre tart, hol van az irányzék erre. Most nem találtam úgy példát a Bibliába, de szeretném megemlíteni, hogy lehet egy hajóval céltalanul is bolyongani. Ilyen filmet is nagyon sokat gyártott már a filmipar, amikor elszabadul egy hajó, és irányíthatatlanná válik, mert letört a vitorlája, vagy éppen nekiütközött valami, egy nagy hajó, és az észre sem vette. És ilyenkor céltalanul rábízva a sodrásra hánykolódik, és ugye az óceán, a tenger nem akkora volt, mint ez a Genezáreti tó, hanem azt mondjuk, hogy szinte végtelen. És ebben a végtelenben nagyon el lehet veszni. És milyen jó annak a hajónak, akinek van iránytűje, akinek van kellő fedélzeti eszköze ahhoz, hogy irányba tudja tartani az ő hajóját. És ilyen számunkra Istennek az igéje, és én hiszem, hogy amit ma ő az én szívemre helyezett, ez is egy ilyen iránytű, egy ilyen útbaigazítás, egy iránybaigazítás, és arra szeretnék bátorítani mindenkit, hogy vizsgáljuk meg a mi életünknek a hajóját, hogy most ezekben a napokban, ebben az évben merre tartunk. Nézzünk visszafele is egy kicsit. Lehet visszatekinteni, Anett az elmúlt alkalomról erről buzdított, hogy tekintsünk vissza, és azok az emlékezetes pontok legyenek nekünk ilyen világító pontok, amelyek az útra mutatnak, és vizsgáljuk meg, hogy nem-e kiszáradtak talán a mi csónakdeszkáink, vagy éppen nem-e csak kint veszteglünk a parton, vagy nem-e éppen a széllel szemben nem találjuk azt, hogy kihez kiáltsunk, kihez menjünk, illetve a viharban nem-e csak magunk kezdünk el vizet lapátolni, vizet kifelemelni, és közben pedig nem tekintünk arra, aki egy imányi távolságra van. Úgyhogy én azt kívánom elsősorban magamnak, de nektek is, hogy legyünk olyanok, mint az a hajó, aki Jézus Krisztust oda benté vitte egy kicsit a parttól. És egy eszköze volt annak, hogy az evangélium, az örömhír hirdettessen, és eszköz volt arra, hogy a tanítványok megszólítassanak, és elhívást nyerjenek, és ezen keresztül hozzánk is eljutott így az evangélium, így például most Lukácson keresztül. És az a bátorítás van az én szívemben, hogy Isten, ami Istenünk, ami mennyei teremtő atyánk,
elküldte Jézus Krisztust azért, hogy ő célba vezessen, és ő kész és hatalmas arra, hogy célba vezessen, és bárhol ilyen állapotban is van most az életed, hogyha felismered ezt, akkor jöjj hozzá, és kérd az ő segítségét, akár már a szolgálatban állsz, akár egy kicsit megfáradtál, akár úgy érzed, hogy te vitorláidat már megtépázta a szél, az ábócot talán letört, vagy éppen a navigációd nem működik, és a hajókormányt hiába akarod jobbra fordítani, mégis balra visz a sodrás, az ár. Jöjj hozzá Jézus Krisztushoz, és ő a teherrel kapcsolatban is azt mondta, ha túlterhelt az életed, jöjjetek én hozzá mindnyájan, akik megvagytok fáradva, megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Amen. Irgalmat tengerében elmélyülök, Uram, kegyelmet tart ölénkben, mindenem tőled van. Irgalmat tengerében elmélyülök, Uram, kegyelmet tart ölénkben, mindenem tőled van. Hozzád jövök, jelenléted áldjál, várok rád, a szívem nyitva áll. Irgalmat tengerében elmélyülök, Uram, kegyelmet tartalékod, mindenem tőled van. Irgalmat tengerében elélök, Uram, kegyelmet tartalékod, mindenem tőled van. Hozzád jövök, jelenléted átjár, várok rád, a szívem nyitva áll. Hová mennék, kihez fordnék, e világon nincsen számomra hely. Irgalmat tengerében elmélyülök, Uram, kegyelmet tartja léted, mindenem tőled van. Irgalmat tengerében elmélyülök, Uram, kegyelmet tartja léted, mindenem tőled van. Hozzád jövök, jelenléted átjár, várok rád, a szívem nyitva áll. Irgalmat tengerében
elmélő Uram, kegyelmet tartva létem, mindenem tőled van. Irgalmat tengerében elmélő Uram, kegyelmet tartva létem, mindenem tőled van. Nem is olyan régen az alapozó bibliai iskolásokkal beszéltünk az kegyelemről és az irgalomról. Emlékeztek rá? És azt kérdeztem tőlük, hogy tudják-e, hogy mi a különbség a kegyelem és az irgalom között. Fantasztikus, ahogyan az Isten ezt kitalálta. A kegyelem az egy jogi fogalom. Azt jelenti, hogy nem kapom meg a büntetést, amit megérdemlek. Az irgalom pedig azt jelenti, hogy valami olyasmit kapok, amit nem érdemlek meg. A kegyelem azt mondja, hogy nem kapod meg a rosszat, amit megérdemelnél. Az irgalom pedig azt mondja, hogy megkapod azt, a jót, amit nem érdem lesz meg. Merüljünk el az Isten irgalmában. Amen. Merülj el az Isten irgalmában. Úrvacsorához készülünk. Köszönöm a rugalmasságotokat. Múlt vasárnap nem tudtam itthon lenni, és úgy örülök, hogy most veletek úrvacsorázhatok. Szívem szerint nem hagynék ki egyetlen egy úrvacsorán sem. Lehető legjobb dolog megújítani a szövetségünket az Istennel. Amen. Énekelni fogunk egy éneket szintén az Úr irgalmáról. És ez az ének után pedig kérem a testvéreket, hogy szíveskedjenek ide előre jönni, és vezessenek bennünket az úrvacsorai blogban. Az Úr irgalma végtelen. Az Úr irgalma végtelen, ezt folyton érzem én, ha bár nincs semmi érdemem, ő mégis hord kezén. Thank you.
Úr veszni, el nem hagyod, kegyelme tartja meg életem, az Úr irgalma új végtelen. Az életem új otthon nyújt az ég, ott még szebb hangozáltatom a pátán énekét. Véget ér az életem, új otthon nyújt az ég, ott még szebb hangon zenketek a Bárány énekét. Kell befejezni, csak egy kicsit abba hagyni. Kicsit foglaljatok helyet, testvéreim. Mielőtt úrvacsorához kezdenénk, majd Fejér Tamás testvérem fogja olvasni az igét, és még néhány gondolatot is hozzáfűz. De ma reggel érdekelt, hogy mit mond a mai ige a hölgyeknek. Aztán, amikor fellapoztam és olvasni kezdtem, akkor rájöttem, hogy ezt nem is a hölgyeknek mondja, hanem nekünk, mindenkinek. És annyira szántott bennem, hogy úgy gondoltam, hogy ezt meg is osztom veletek. Azaz már csak utána gondoltam így, miután rájöttem, hogy nem is félterül került ez a reggeli rövid csendességem idején úgy a mélyebben a szívembe, vagy a szemem elé és a szívembe, miután aztán Daniel pásztor szólt, hogy levezetném-e az úrvacsorai alkalmat. Hát akkor elolvasom. Ugye arról beszélt Dani, hogy az Isten megteheti. Itt meg arról beszél, hogy mi az, amit nem tud megtenni. Ez is egy izgalmas pont, és érdemes belegondolnunk, hányszor hívjuk fel a figyelmet az apostol szavait használva magunk között az Istennek tetsző dolgokra és a növekedés összefüggő feltételekre, amihez mi nagyon szükségesek vagyunk. Március 8,
hogy az ma van, akikkel nem lehet segíteni. Jeremiás 32-33-at idézi, a hátukat fordították felém, és nem az arcukat. Bár tanítottam őket, idejében tanítottam, de nem fogadták meg engedelmesen az intést. Vannak emberek, akiket nem lehet segíteni. Legalábbis most nem. Figyeld meg, mit mond az Isten Júda népéről. Bár tanítottam őket, idejében tanítottam, de nem fogadták meg az engedelmes az intést. Nos, ha az Isten nem tud segíteni rajtuk, akkor te hogyan tudnál? Nézzük meg, kik azok az emberek, akiken általában nem lehet segíteni. Azok, akik kifogásokat keresnek. A kifogás mankó annak, aki nem vállalja az elkötelezettséget és ködösítés az önigazolás érdekében. Nem lehet segíteni valakin addig, amíg nem vállalja a felelősséget az életéért, és nem alkalmazza a Szentírást szerinti megoldást. Gondolj bele, ha Istenre nem hallgat, mit számít a te véleményed? Kettes pont, azok, akik nem megfelelő társaságban forognak. A Biblia azt mondja, jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. 1 Korintus 15:33. Vannak emberek, akik egész egyszerűen nem tartoznak az életedbe, és nem tudsz tovább lépni, amíg nem szakítod meg velük a kapcsolatot. Az a társaság, amelyben forogsz, kihat a viselkedésedre és a jellemedre, és e kettő határozza meg a jövődet. Azok, akik Istent hibáztatják problémáikért, amikor gondok jönnek, azt kérdezik, miért engedte az Isten, hogy ez történjen velem? Nem fogsz Istenre megoldásként tekinteni, amíg problémának látod őt. Isten világosan megmondta népének, életének, elétek adtam az életet és a halált, az áldás és az átkot. Választ hát az életet, és élsz, te és a te utódaid is. El akarod kerülni a csüggedést, szeresd az embereket, és imádkozz értük. Te az idődet olyanokra fordítsd, akik engedik, hogy segíts rajtuk. Isten tanítson bennünket most ezen keresztül, és hogy hogyan lehetünk gyümölcsözőbbek, termékenyebbek, sikeresebbek a szolgálatunkban és a saját életünkben is. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Menj, Atyánk, azt kérjük tőled, hogy a te igéd az legyen élővé, hatóvá, és működjön az életünkben most. Kérünk téged, hogy miközben hirdetem a te igédet, az Isten ereje járjon át engem, járjon át hallgatóinkat, és azokban a szükségekben, azokban az élethelyzetekben, amiben vannak, kapjanak reménységet, kapjanak védelmet, kapjanak bátorítást, és azok is, akik nincsenek itt ezen a helyen, hanem csak az internet segítségével, bármilyen módon, vagy a tévéképernyő előtt nézik meg ezt az üzenetet, azok is értsék meg azt, hogy az Isten nagyon szereti őket, és életét adta értük. Uram, ahogy az úrvacsorai jegyekben ebben megemlékezünk, arról, hogy te letetted az életedet értünk, úgy szeretném az ige hirdetésbe is, hogyha ott lennél Jézus, és bemutatkoznál, és láthatóvá lennél a szavakon keresztül is, és megérintenéd a szíveket, és megváltoztatnád az életeket. Amen. 2 Mózes 12:2-14-ig fogom olvasni az Isten igéjét, és az első és az utolsó páskáról szeretnék beszélni, arról, hogy hogyan indult az első páska, és miért kellett a páska ünnepet bevezetni
Izrael népének az életében, és miért kell neked ma is úrvacsoráznod, és megemlékezned a Páskáról. Ez lesz az üzenetem fő gondolata, és keressük meg az Isten igéjét, 2 Mózes 12, 2-től 14-ig, de jó, hogyha előmarad a Bibliátok, bármilyen módon, elektronikusan vagy normál módon, mert fogunk olvasni az Isten igéjéből, meg fogjuk egy kicsit nézni, hogy erről a témáról mit mond az Isten, miért fontos, hogy tartsák meg a Páskát, az, hogy a örök rendelkezéshez, hogy megünnepeljétek. Nézzük meg, hogy hogy indul ez. Második vers, 2 Mózes 12, 2-től. Ez a hónap lesz az első hónapotok, ez lesz az első az év hónapja között. Mondjátok meg azért Izrael egész közösségének, ennek a hónapnak a 10-én vegyen magának mindenki egy bárányt, családonként és házanként egy bárányt. Ha kevés a ház népe az egy bárányhoz, akkor a legközelebbi szomszédjaival együtt vegyen lélekszámnak megfelelően. Vegyétek számításba, hogy ki mennyit tud megenni a bárányból, legyen a bárány hibátlan, hím és egyéves. Juhot vegyetek, de vehettek kecskét is. Ennek a hónapnak a 11. napjáig tartsátok magatoknál, aztán este felé vágja le Izrael egész gyülekezeti közössége. Vegyenek a vérből, kenjék ki a két ajtófélfára és a szemöldökfára azokban a házakban, ahol megeszik. Ugyanazon az éjszakán egyék meg a tűzön sült húst, egyenek hozzá kovásztalan kenyeret keserű főekkel. Ne egyétek nyersen, sem vízben főzve, csak tűzön megsütve, és a feje, a lábszála és a belső részei együtt legyenek. Ne hagyjatok belőle reggelre, ha mégis marad belőle reggelre, az éget égessétek el. Így egyétek meg, legyen derekatok felövezve, sarutok a lábatokon, bototok a kezetekben, és sietve egyétek az Úr Páskája ez. Mert átvonulok ezen az éjszakán Egyiptom földjén, megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, akár ember, akár állat az. Ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött. Én az Úr, de a vér jel lesz a házaitokon, amelyetekben ti laktok. Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket, és ti rajtatok nem lesz pusztító csapás, amikor megverem Egyiptom földjét. Tartsátok emlékezetetekbe ezt a napot, és ünnepeljétek meg az Úrnak nemzedékről nemzedékre. Örök rendelkezés ez, hogy ezt megünnepeljétek. Azt mondja az Isten igéje, hogy ez nem egy szakácskönyv a bárány elkészítésének a módjáról, hanem ez egy üzenet az életed megmentéséről. Ez egy üzenet arról, hogy akkor a zsidó nép hogyan menekülhetett meg. Amikor ilyen csapás jött, hogy az egész birodalomban, ott Egyiptomban minden elsőszülött gyermeket, akár fiú legyen, akár és akár még az állatokat is csapás sújtotta, egy ilyen helyzetben nem babra ment a játék. Nem lehetett játszadozni azzal, hogy majd meglátjuk, hogy mi történik. Ebben a helyzetben teljesen komolyan kellett venni az Isten igéjét és az Istentől való üzenetet. És nagyon érdekes az, hogy nem azt mondta az Isten, hogy mindenki tegyen azt, amit akar. Mindenki éljen úgy, ahogy akar, és mindenki képzelje el úgy a megmenekülését, ahogy szeretné. Ma ez a világ az diktálja, hogy mindenki úgy hisz, ahogy akar, mindenki úgy olyan megoldásokat használ az életébe, amit csak szeretne, és majd meglátjuk, hogy mi lesz az eredménye. Isten igéje pedig arra hívja fel a figyelmünket, hogy nem teheted úgy, ahogy te akarod. Mert a megmenekülésed nem te találod ki, hanem maga az Isten készíti ennek a népnek a megmenekülését. Akkor itt a zsidó népről van szó, és Isten rendeli el a Páskát. Még úgy is, hogy nem néztem ennek teljesen történelmileg utána, de azt mondja, ez a hónap lesz az első hónapotok, ez lesz az első az év hónapjai között. Nem tudom, hogy milyen volt akkor a naptáruk, de lehet, hogy a kivonulásnak a története az még átrendezi a zsidó naptárt is. És azt mondja, hogy ez lesz az első hónapod,
És ez lesz az év legfontosabb eseménye, hogy megemlékezel a szabadulásról, megemlékezel arról, hogy hogyan vittelek ki. És utána Izrael népéről folyamatosan ezt olvassuk, hogy erős karral szabadított ki az Isten téged Egyiptomból, a szolgaságnak a házából, és ezért erről emlékezzél meg, ezért erről legyen újra ismereted, és nem csak neked, hanem felelős vagy azért is, hogy a következő generáció is megtudja azt, hogy az Isten megszabadított téged, megszabadította a népet, és hogy csodát tett. És ennek meg volt adva, hogy hogyan kell elfogyasztani a páskabárányt, néhány gondolatot róla. Házanként. Előjön az, hogy a családban való felelősség, hogy a szabadulás üzenete bent legyen a te házadban. Bent legyen a szabadulásnak az üzenete a te házad népe között. A házanként kellett tenni a bárányt, és hogyha nem volt elég nagy a család, akkor hívták a szomszédokat. Gyere, együk meg közösen a bárányt, és közösen kenjük be az ajtófélfát vérrel. Hibátlan bárányt kellett venni, egy évest, és egy pár napig a családnál kellett tartani. Megszeretetté vált a bárány. Etetgették a bárányt. Befogadták a bárányt, a család része lett, a család tagja lett a bárány, és utána megölik a bárányt. És azt mondja, hogy felkészülve egyed meg a bárányt. Ez nem egy olyan vacsora volt, amire úgy leültek, és azt mondták, hogy na jó, most annyi időnk van, amennyit csak akarunk. Hanem ez egy gyors vacsora volt. Istennek a megváltási üzenete az egy gyorsan lezajló folyamat volt. Mert azt mondta, hogy átvonulok Egyiptomon, és nektek úgy kell megenni a bárányt, hogy derekatok felövezve, sarutok a lábatokon, bot a kezetekbe, és sietve egyétek, az Úr páskája ez. Nem tudom, hogyha bot is volt a kezükbe, hogy tudták enni a bárányt, de értsd meg ezt a sürgősséget, hogy nem lehetett ezzel, csak úgy, hogy majd valamikor. Hát amit az Isten mondott, hogy el kell készíteni, ekkor kell elkészíteni, azon nem lehetett változtatni. És nagyon érdekes dolgot találtam, mindjárt fogom azt mondani, de miért volt erre szükség? Azért, mert a fáraó, amikor látja a csapásokat, látja, hogy mi történik, azt olvasok, hogy megkeményítette a szívét, és olvasok 2 Mózes 10:7-ben, a fáraót megkérdezték szolgái, meddig lesz még vesztünkre ez az ember, mármint Mózes, bocsásd el ezeket az embereket, hogy szolgálhassanak Istenüknek, az Úrnak. Nem veszed észre, hogy pusztulóban van Egyiptom? Ezért visszavitték Mózest és Áront a fáraó elé, aki így szólt hozzájuk. Menjetek, szolgáljatok Isteneteknek, az Úrnak. De kik fognak elmenni? A fiatalokkal, az öregekkel megyünk, felelte Mózes, fiainkkal, leányainkkal, juhainkkal és marháinkkal megyünk, mert ünnepet ülünk az Úrnak. A fáraó ezt mondta nekik, úgy legyen veletek az Úr, hogy én elbocsátalak benneteket családostul, vigyázzatok, rosszat akartok, nem úgy lesz. Csak ti férfiak menjetek, szolgáljatok az Úrnak, hiszen ti is ezt kívántátok, és azzal elkergette őket a fáraó elől. Amikor látja a csapásokat az Egyiptomnak a vezetője, a fáraó, akkor azt mondja, hogy ha már annyira akarjátok ezt az Istent imádni, akkor menjetek el. De marad a család. Marad a feleség, marad a gyermekek, és itt maradnak a jószágok. Ti menjetek ki, és imádjátok az Istent úgy, ahogy akarjátok, de a háttér itt marad. És Mózes azt mondja, nem.
Az Isten azt akarja, hogy mi feleségestől, gyerekestől és jószágainkkal együtt vonuljunk ki. És utána a következő csapás után már odáig jut a fáraó, hogy azt mondja, hogy vihetitek még a családotokat is, már mehet a feleség is, meg a gyermekeitek is, csak a jószág maradjon. Nem ilyen az ördög? Mindig azt mondja, hogy ha te az Istent akarod tisztelni, ha te az Istent akarod imádni, akkor tedd ezt meg egy a magad módján, kettő, minél kevesebb létszámmal. És minél kevésbé érintettek személyekkel. Egy-két ember imádja az Istent, jó. De az, hogy családok együtt imádják az Istent, attól fél az ellenség, attól fél a fáraó. És fél ma is lelkünk ellensége. De azt mondta Jézus, azt mondta itt az Isten igéje, hogy ez a vér, amivel bekened az ajtódat, ez jel lesz. És minek lesz jele? Annak, hogy akik ott bent élnek, azok hisznek a bárányban. Hisznek abban, hogy a báránynak megtartó ereje van. És nem annak az egyéves jószágnak, hanem annak a hitbeli engedelmességnek, amit megtettek. Ez a vér jel lesz a házaitokon, amelyekben ti laktok, és hogyha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket, és ti rajtatok nem lesz pusztító csapás, amikor megverem Egyiptom földjét. Mennyire szükségünk van ma is a Jézusnak a védelmére, a báránynak a vérére, hogy legyen az életünkön, legyen a házunkon, a családunkon, az ingóságainkon, mindenen ott az Isten védelmének és az oltalmának a jele. Ez védjegy. Ez védjeggyé vált, védelmi jellé vált Izrael népe számára, hogy ahol ott volt a vér, ott az angyal tovább ment. Képzeld el, aki azt mondta, hogy amúgy sem szeretem a bárányhúst. Amúgy sem foglalkozok ezzel. És hát ez a Mózes is mit akar itt? Hát most jött vissza, ott élt kinn a pusztában. Mit akar ez a Mózes? Miért kenjen be a házamat, még mit gondolnak a szomszédok, hogy vérrel bekenem az ajtófélfát, meg a szemöldökfát? És azt mondja az Isten igéje, hogy aki ezt nem engedelmeskedett ennek, ott a halál pusztított. Izrael népeinek meg kellett értenie azt, hogy nem maguk válasszák a megmenekülésük módját. És ezzel Isten előkészítette azt, hogy Isten a bűnből az embernek a megmentését nem az ember elképzelésére bízza, hanem ő készíti el azt a megölt bárányt. És ő fogja odaadni azt a bárányt, akiről János így kiált, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világnak a bűnét. És nézzük meg a páskát, hogyan rendeli el Isten. 4 Mózes 9.2.3-ban azt olvassuk, készítsék el Izrael fiai a páskát a megszabott időben, ennek a hónapnak a 11. napján, este felé készítsék el a megszabott időben, egészen a rávonatkozó rendelkezések és végzések szerint készítsétek el. Elkészítették a páskát az első hónap 11. napján, 5. verstől olvasom, este felé a Sínai pusztában pontosan úgy jártak el Izrael fiai, ahogy megparancsolta az Úr Mózesnek. Figyelitek? Ez már nem egyiptomi páska. Ez már pusztában, a Sínai pusztában készített páska, de ugyanúgy kell csinálni, valószínű, hogy egy dolog kimaradt. Nem voltak házaik, amit megkenjenek vérrel. Mert most nem erre volt szükség, de mégis Isten azt mondta, ha nem is kell bekenned vérrel a te házadnak a falait, de arra emlékezned kell, hogy mit tett Isten érted, hogy erős kézzel kiszabadított téged. És tudod, mennyire komolyan vette Isten
a páskának a megünneplését. Ez a megdöbbentem én is, most, ahogy olvastam. 4 Mózes 9.13.14-ben azt olvassuk, ha valaki tiszta és uton sincs, mégis elmulasztja a páska elkészítését, azt az embert ki kell írtani népe közül, mert nem mutatott be áldozatot az Úrnak megszabott időben. Az ilyen embernek bűnhődnie kell, ha jövevény tartózkodik köztetek, és elkészíti az Úr páskáját, ő is a páskára vonatkozó rendelkezés és végzés szerint járjon el. Ugyanaz a rendelkezés vonatkozik országotokban a jövevényekre is, meg a benszülöttekre is. Nagyon durva. De azt mondja az Isten igéje, aki nem tartott, nem volt megfelelő indoka, hogy miért nem vett részt a páska báránynak a megünneplésében, miért nem tartotta meg a páskát, azt kiirtották a nép közül. Két dolog lehetett, ami felmentette, hogyha épp utazott, és nem volt otthon, a másik, ha kultikusan tisztátalanná vált, például halottat érintett, vagy olyan dolgot tett, ami miatt tisztátalanná vált. De ennyire fontos volt az Isten népének az, hogy megünnepelje a páskát. És mégis azt látjuk, hogy Izrael népének az élet történetéből egyre hosszabb időszakra kimarad a páska. És nem élnek azzal, hogy emlékezzenek az Isten szabadítására, és Józsuénál olvassuk, hogy megtörténik a honfoglalás, és mielőtt lenne a honfoglalás, újra megtartják a páskát. Újra és újra megtartják a páskát, amikor Izrael népének az életében valami fordulópont jön, akkor mindig a páska visszakerül a helyére, hogy méltó módon megünneplik a páska ünnepet. Isten azt akarja, hogy tiszteld az úrvacsorát. Isten azt akarja, hogy emlékezzél meg az Úr Jézus haláláról, és ez az életednek a legelső eseménye legyen, a keresztény életednek újra és újra ismétlődő tevékenysége legyen, hogy tudjon téged emlékeztetni az Istenre. De mielőtt még átmennénk az Új Szövetségre, még egy gondolat Esdrás könyvéből, Esdrás 6.19-20. Azt olvastuk, azután a fogságból hazatértek, megtartották a páskát az első hónap 11. napján, mert a papok és a léviták egy emberként megtisztították magukat, mindnyájan tiszták lettek, levágták a páskabárányt mindazoknak, akik fogságból hazatértek, szolgatársaiknak, a papoknak és önmaguknak. Tehát visszajön Izrael népe a fogságból, és érzi, hogy valami hiányzik az életéből. És mi hiányzott? A páska bárány, az ünneplés, a megemlékezés, hogy hogyan szabadította ki Isten a mi népünket annak idején Egyiptomból. És tudod, amikor az életedben, az életemben nehézségek vannak, akkor Isten vissza akar vinni a kezdetekhez, hogy emlékezzél meg, hogy hogyan szabadított ki téged az Isten abból az élethelyzetből, amiben voltál, de legjobban abból, hogy hogyan szabadított ki téged a te bűneidből. És vissza akar vinni arra az első pontra, amikor rád égette az ő szeretetének a pecsétjét, és azt mondta, hogy hozzám tartozol. És azt olvassuk az Új Szövetségben, Lukács 22, de így olvassuk, hogy elérkezett a kovásztalan kenyerek napja, amikor fel kellett áldozni a húsvéti bárányt. Jézus ekkor elküldte Pétert, és János ezt mondta, menjetek el, készítsétek el nekünk a húsvéti vacsorát, hogy megehessük. Ők pedig megkérdezték tőle, mi a kívánságot, hol készítsük el?
Ő így válaszolt, amikor beértek a városba, szembe jön veletek egy ember, aki egy korsó vizet visz, kövessétek őt abba a házba, amelybe bemegy, és mondjátok meg a ház gazdájának, a mester ezt üzeni neked, hol van a szállás, ahol tanítványaimmal együtt megehetem a húsvéti vacsorát. Ő mutat nektek majd egy nagy berendezett emeleti termet, ott készítsétek el. Akkor elmentek, és mindent úgy találtak, amit előre megmondta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta nekik. Vágyva vágytam arra, hogy szenvedése mellett megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a húsvéti vacsorából, amíg csak be nem teljesedik az Isten országában. Aztán vette a poharát, hálát adott, ezt mondta, vegyétek és osszátok el magatok között, mert mondom néktek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa. Vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és szavakkal adta nekik, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, minek után megvacsoráztak, és ezt mondta, e pohár az új szövetség az én vérem által, amely ti érettetek ontatik ki. Jézus nem csak a húsvéti bárányt tálalta fel, hanem Jézus önmagát adta oda a tanítványoknak, mint húsvéti bárányt. És azt mondja Pál apostol, hogy a mi páska bárányunk, a Jézus, az mindannyiunkért megáldoztatott. És ahogy Izrael népének az életében nagyon fontos volt, hogy milyen a viszonyuk a páskához, milyen a viszonyuk a szabadulásnak az üzenetéhez, úgy a te életedben és az én életemben meghatározó, hogy hogyan állok a szabadulás üzenetéhez. Hogyan állok Jézus Krisztushoz, a megölethethez? És Pál apostol is ír az úrvacsoráról, és nem a szereztetési igéket, hanem az 1 Korintus 10-ből szeretnék felolvasni egy pár gondolatot. Nem szeretném, ha nem tudnátok, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, mindnyájan a tengeren mentek át, mindnyájan megkeresztelkedtek, Mózesre a felhőben és a tengerben. És mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment, az a kőszikla pedig a Krisztus volt. De többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? Mert ha egy a kenyér, egy a test vagyunk mindnyájan, akik egy kenyérből részesedünk. Nem ihattok az Úr poharából is, meg az ördög poharából is, nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördög asztalának is. Pál apostol visszautal az Ószövetségre, és azt mondja, hogy már az őseink, már akik kiszabadultak Egyiptomból, bár nem volt előttük még látható, hogy az, aki őket táplálta, az, aki róluk gondoskodott, az, aki a szabadításukat adta, az maga Krisztus. De nektek újszövetségi gyülekezet, írja korintusiaknak, ahol pont probléma volt az úrvacsora körül, azt mondta, hogy becsüljétek meg az Úrnak a testét. Megkülönböztetett módon becsüljétek meg az Úrnak a testét, és azt mondja, hogy az a kenyér, amit megtörünk, az a Krisztus testével való közösségünk-e? És az az test vagyunk mindnyájan, akik egy kenyérből részesedünk. Nem csak a Krisztus teste a kenyér, hanem a Krisztus látható teste is a kenyér. Nem csak azt mondja, hogy aki nem vizsgálja meg magát, az vétkezik az Úr teste és vére ellen. Ez nem azt jelenti csupán, hogy csak az Isten ellen vétkezek, hogyha nem megfelelően úrvacsorázok, hanem az az Úrnak a teste ellen, azok ellen is, akik megbecsülik az Úrnak a testét. És azt mondja Pál apostol, hogy egyszerre nem lehetsz két asztalnál jelen. És azt mondja az Isten igéje, hogy nem ihatsz egyszerre két pohárból. Az ördög is meg akar itatni, meg akar részegíteni, nem csak alkohollal,
sikerrel, hatalommal, gőggel, mindenféle trükkje megvan neki, hogy mivel itasson meg téged, vagy a keserűséggel, a fájdalmakkal. Meg akar itatni ő is, és meg akar itatni a Krisztus is. És tudod, mi a nagy csoda? Hogy mindazt, amivel az ördög meg akar téged itatni, azt nem neked kellett meginnod, hanem Jézus Krisztus, azt a poharat, amit az Atya szánt neki, azt ő kiitta helyetted. Minden fájdalmunkat, betegségünket, átkunkat, mindenféle rossz dolgot, és azt, hogy annyira a bűneink miatt elszakadt az élő Istentől maga Jézus Krisztus, hogy neked ne kelljen elszakítva élned az Istentől. És ő kiitta ezt a poharat. És nem neked kell kiinnod az ördögtől adott haragpoharat, nem neked kell kiinnod azt a poharat, ami tele van gyűlölettel, tele van, hanem ihatod az Isten poharát. Ihatod a szövetségnek a vérét, ihatod azt, ami azt jelenti, hogy életet adott nekem az Isten. És erről emlékezhetünk. És hogy a Páska ünnep az nem csupán egy rituális cselekedet, zsidók 11.28-al záron, hitáltal rendelte a Páskát és a vérnek kiontását, hogy az öldöklő ne illesse az ő elsőszülötteiket. Nem szokványos cselekedet, hanem hitáltal megújuló élmény. Nem emlék az úrvacsora, hanem napi valóság. És legyen ott naponta a báránynak a vére, a személyes életeden, a családodon, és legyen ott a gyülekezetünkön. Nem tudod, hogy hány helyzetben megment téged az Isten, vagy küldi az ő angyalait, amikor nehéz helyzetben vagy, és amikor azt mondod, hogy nincs menekvés, nincs segítség, akkor Isten küldi az angyalait, küldi a megoldásokat számodra. És tudod miért? Mert látják az angyalok is, hogy az életed az az Isten dicsőíti. Te tiszteled a megölt bárányt, és ők meg tisztelik a megölt bárányt. És aki tiszteli a megöletett bárányt, az egész mennyel zengi, hogy méltó a megöletett bárány, hogy vegyen dicsőséget és tisztességet, mert övé az áldás, övé a tisztesség mindörökké. Amen. Igaz, hogy Jézus szenvedett az én sok bűnömért. Ó, mi csodás nagy irgalom, mely azzal engem ér. Jézus értem hat. Jézus értem hat. Mindenki Yeah.